Június 14-e a Víradók Nemzetközi Napja, Világnapja, tehát a világon mindenhol ezen a napon emlékeznek meg a víradalról, és ezzel szeretnék fölhívni a víradásnak a fontosságát. Hát mi az előestéjén minden évben már hagyományosan még szervezünk egy ünnepséget, ahol a Szerbiai Vöröskeresztnek a plakettjeit átnyújtjuk, átadjuk a sokszoros víradóknak. A víradási akciókon az első víradásért, az 5, a 10 és a 20-ért odaadjuk. De ezt a plakettéket mindig ünnepi és keretek között évente egyszer szoktuk ezek az ünnepségen átadni. Tehát a 35-ös plakettet adjuk át, amiből 9, 50-es szintén 9 van, 4 darab 75-szörös, és hát nagy öröm és tényleg élmény számunkra idén 2 százszoros véradót is ünnepelhetünk. Ez azt jelenti, hogy 100-szor már adtak, nyújtották a kezüket. Érdekes megemlíteni, hogy a legelső akció, mikor ott 1955-ben, ugye nem most volt, megindultak az akciók, akkor hát Horgos és Kanizsa volt az első színhely, és azóta is folyamatosan, ugye ott megállás nélkül mindig szervezzük az akciókat, és ma éppen 2 horgosi véradó, mert úgy néz ki, hogy horgosiak ugye nagyon hát szépen részt vesznek az akciókban, és 2 horgosit ünnepelhetünk, ők 100-szor adtak vért, tehát ilyenkor a 100-as plakettet adjuk, az mellett hát a Kanizsai Vöröskereszt is mindig egy 100-szoros ugye gravírozással ellátott órát adunk át nekik. Ez a mi ajándékunk, jutalmunk nekünk, és hát nagyon-nagyon megköszönjük nekik, mert tulajdonképpen ugye azt tudni kell, hogy a vér tulajdonképpen most már nem is egész adják, hanem 3 arra fölbontják, és egyszerre egy zacskó vérből, egy adag vérből legalább 3 ember részesül, azt jelenti, hogy 3 embernek az életét vagy a betegségét tudjuk könnyíteni, meggyógyítani. Tehát ez egy hatalmas, hatalmas szám és egy nagy élmény számunkra. Azon kívül ilyenkor, hát tulajdonképpen mindig 15, tehát 18 éves és 65 éves kor közötti egészséges emberek adhatnak vért, azok a véradók. És hát mikor eljön a 65 év, akkor úgymond a szisztém nem engedi tovább, hogy a véradó, még ha úgy érzi, hogy egészségi állapota megengedné is, jól érezze magát, de akkor már később nem vesznek tőle vért. Hát mi ezt úgy hívtuk, hogy elballagtatjuk ezeket a véradókat, és hát sokszor ők is nagyon-nagyon szép számban, akár 80-90 valahányszor adtak vért, és őket is, a nőket úgymond 50 pluszos, hát egy emlékplakettal, a férfiakat 75 pluszos emlékplakettal hát búcsúztatjuk, és őnek is nagyon-nagyon megköszönjük, mert hát az is egy nagyon nagy szám, és nagyon örülünk, hogy eddig elérték, és hát mindenkinek nagyon jó egészséget kívánunk. Azon kívül hát ilyenkor még a középiskolás ballagóink is, akik eddig éveken keresztül ott voltak, több akcióban is részt vettek, sőt, mint több, nagyon sokan még az államiskolás koruktól hozzánk társultak, elmennek, sajnos sokszor nem itt folytatják az iskolájukat, hanem elmennek. Őket is úgymond elballagtatjuk, tehát mindig mondjuk, hogy szeretettel visszavárjuk őket, mikor egyszer majd újra visszajönnek hozzánk. Mi jellemzi a magyar kanizsa községbeli véradókat? Országos szinten jó véradónak számítanak? Igen, nagyon jó véradók, hát mindig is ugye közismerten egy humánus és egy öntudatos emberek voltak, segítőkészek. Az utóbbi időben sajnos azt kell mondjuk, hogy nagyon sok fiatal elment, vagy pedig külföldön dolgozik, és csak hétvégén jönnek haza. Mi is ezt nagyon megérezzük a számokon is. Tehát nem az a lényeg, hogy ugye számok mit mondanak, hanem én mindig hát eleget tudunk hát biztosítani, és hát iparkodunk, hogy minél többször hát valahogy megszólítsuk őket, és hát megajátékozzuk, utalmazzuk őket, de hát ők is, ha csak tehetik esetleg szabadságba, és még megtörténik, hogy külföldön vagy vidéken dolgoznak, és a szabadságon itt vannak, azért eljönnek. Nagyon hiányoznak. Hát elsősorban segítsünk. Még elsősorban én, mikor kezdtem, azért kezdtem, hogy saját egészségemet vizsgáltak mindig. Az volt az első, aztán még a másik, hogy másnak is bírok segíteni. Mert még én egészséges vagyok, akkor bírok másnak is segíteni. És elve kezdtem, és elve is fejezem be, hogy én még bírok, ugye 65 évig bírok adni vért, egészséges leszek, adok, akkor mindjárt segítek másnak is. Még saját magamat is elve nem kell menni az orvosnak, kijön az orvosodó, véradás van, azt megnézik minden át, úgyhogy meg vagyok elégedve mindennel. Nem gondoltam, hogy eddig eljutok,
mellébe úgy volt, csak hát jó van, adunk, azt majd lesz valami. Azt mikor 50. együtt, még akkor sem gondoltam 100-ig, hanem mikor 75. Akkor mondom, eddig már kibírtam, akkor már legyen egy 100-as. És örülök neki. Hány év kellett ehhez a 100-as? 40. 40, de mondjuk, hogy nem voltam éppen olyan rendszeres véradó, mert ha szabadságon voltam, akkor nem mentem be, vitaminba dolgoztam, és ott oda jártak vért venni, és én sokszor, mikor szabadságon voltam, akkor volt a vérakció, véradó akció, nem mentem be, mert vagy elutaztam, vagy otthon voltam. Meg utána, amikor adtam, megnéztem a kartonokat, és nyilván 13-szor beteg voltam, hogy akkor nem beteg. Úgyhogy van egy, hát egy 20 kimaradás biztos az a 40 év alatt, de meg vagyok elégedve.